Amit 14. alkalommal rendeznek meg, az biztos, hogy sikeres. Ezt tartják a kontinens egyik legnagyobb amerikai autós fesztiváljáról is, amelynek évről évre a komáromi Monostori erőd ad otthont. Voltak itt autócsodák a 30-as évektől napjainkig, a naponta használtaktól a fesztiválokra elővett és kifényesített gépekig szinte minden. És persze a filmekben legendássá vált típusokat is megcsodálhatta mindenki. Itt bukkantunk rá a Vissza a jövőbe trilógiából ismert DeLoreanre. Az autó ez rozsdamentes acélból van. A gyár 25 év átrozsdásodás elleni garanciát adott rá. Hát ez most már vagy 10 éve lejár, de hát meg lehet nézni, hogy mennyi rozsda van rajta, igazából semmi. OT-vizsgán pillanatokon belül átment éppen emiatt. Komáromba szerte Európából, sőt a tengeren túlról is érkeztek látogatók autóval vagy anélkül. Az egyik legszebb és tökéletesen eredeti állapotára helyreállított csodával Győrből jöttek a fesztiválra. Ez egy 1968-as Ford Mustang Shelby GT500 King of the Road volt. Nem sokat csináltak belőle egy ilyen, azt hiszem olyan 960 darabot, kéziváltósban 250 körül. Ez egy kéziváltós verzió. Ugyanolyan színű, mint ahogy kijött a gyárból, ugyanazokkal a opciókkal, extrákkal, tehát ugyanazzal a teljes felszereltséggel, totálisan eredetire restaurált darab. A találkozó egyik legextrémebb járgánya az a Cadillac halottas kocsi volt, amelynek tulajdonosa egy film hatására szeretett bele ebbe az autóba. Szerettem volna egy ilyen autót, aztán ezt táplálták a filmes élmények is, főleg a Terminátor 3-ból az üldözéses jelenet, mikor menekültek a temetőből. Aztán elkezdtem keresgélni, hogy egyáltalán van-e Magyarországon ilyen autó, vagy külföldről kéne hozni, és egy régebbi hirdetés nyomán sikerült rábukkannom erre az autóra, ami aktív szolgálatban volt, tehát egy temetkezési vállalkozó használta az elmúlt 10 évben. A háromnapos buli ezúttal is hatalmas siker volt, és a szervezők tervei szerint a következő években is hasonló színvonalú lesz.